Na cső, mielőtt belefogunk itt a meta áttekintésbe, szeretném felhívni a figyelmet, hogy a mai nap lesz a Star Cup finálé, úgyhogy várok mindenkit sok szeretettel. 14:30-kor találkozunk Twitchen, Brozilla TV csatornán, 14:30 még egyszer, jegyezd meg, nézőknek is ajándék, mindenkinek ajándék, 2000 eurós első hely, soha nem volt még ilyen Magyarországon, let's go! G2A, a legjobb leárazások egy helyen. De főleg a leírásban. Kérlek benneteket a frissítés áttekintésbe, vagyis a mi a meta bio. Ezt általában 2-3 napra rá szoktam, ahogy kijön egy újabb frissítés, hogy nagyjából én is kitapasztaljam a dolgokat. Tehát arról lenne szó, hogy érdekes változtatások jöttek itt be. Összegezve, ami lényeges, az ugyebár néhány augmentációnak a buffolása, néhánynak a nerfelése, valamint egy újra gondolás Aurelion Sol-la. Mit okozott ez a metába? Nagyon érdekes dolgokat, meg annyira érdekes dolgokat, hogy rögtön muszáj volt egy B-frissítést is ráadni, ezért nem szoktam ugye rögtön még aznap kiadni ezzel, hogy mi a metab jó. Most ugye a 12.13-ban már muszáj volt, hogy rádobjanak egy B-frissítést, ami pedig az volt, hogy Naminak visszaszedték a manáját, Ryze-nak pedig ugye a damage-ét, mert túlzásba estek vele, valamint bugfixeket toltak be, mert ugyanis volt egy olyan, hogy a Vladimir az ütésenként 20 manát kapott. Tehát ez ugye most már nincs. Úgyhogy a jelenlegi metát, hogy miért alakította így, elmondom nektek nagyon szépen. Van néhány problémám ezzel a metával most, mégpedig az, hogy vannak undormány nagy high-roll kompozíciók, ami nem más, mint ilyen elég is ránézni, ugye bár hogyha kapsz egy revel emblémát, akkor garantáltan, tehát 80% esélyed van arra, hogy te legalább top 4 mész, ami gusztustalan. Ezen kívül a Varus kompozíció az, ami nagyon-nagyon egyszerű, nagyszerű. Ha gondoljátok, ennél még szükségem van néhány tapasztalatgémre, de tulajdonképpen annyi, hogy level 7-en addig rollolgatsz, még nem 3 csillagos a Varusod meg az Illaoid, talán a többi egység már csak kiegészítő. A maradék pedig, ugye a Warriorok is buffot kaptak, de annyira őszintén szólva most 4 Warriort még mindig nem éri megjátszani, hanem ugye marad az Olaf meg a Diana, és akkor Assassin Olaf még mindig nagyon jó. Attól független, hogy az assassinokat is nerfelték, valamint ami kezd felfelé csurogni, az az Elise kompozíció, ami mondjuk nekem már jobban tetszik. Annyi különbséggel, hogy ez flexibilis is, tehát ugye itt, amint látjátok, ő 6 darab Whisperrel rakta össze, de ez variálható, mert hogyha például nem kapsz Siphont, kapsz Shihuhut, akkor kiveszed a Shihuhut, és akkor tolod a 6 darab Jade-del. Tehát ez ilyen téren flexibilis, annyi, hogy a 3 csillagos Elise szükséges ahhoz, hogy te top 1, top 2-t menjél legalább. Javarészt amúgy ennyi lenne a legfontosabb, tehát a meta, mi a meta? Amúgy szinte minden jó állapotban van, tehát én azt mondom, hogy itt még a mage-ek sincsenek annyira rossz állapotban, de viszont jobban ajánlom azt, hogy próbáljatok flexibilisek maradni, meg olyan itemeket szlemelni, amik late game-be is megállják a helyüket. Tehát ez a baj, hogy a item slam-me konkrétan én amit ajánlanék most karusszelbe, hogy tankos itemre menjetek rá, mert aztán, hogy mit kapsz a kragokból, meg mit kapsz itt, mit kapsz ott, azt már könnyebben Dragon Shop-pal tudod pótolni, mint sem, hogy most én például leszlemelnék. Épp a múltkor jártam így, vagyis konkrétan tegnap, tehát hogy megvolt ugye ugyanezek az itemjeim, tehát az a Shoujin, az Archangel, meg a Hextech, nem tudtam kiszedni az Aoshint, semmi úton módon nem találtam, meg muszáj volt egy Siphonen játszottam ideiglenesen, nagyon rossz volt. Tehát én amit ajánlanék, hogy most ebben a metában, meg én is rájöttem úgymond, így áttekintettem tegnap, hogy miért mentem annyira katasztrofális gémeket. Hát azért, mert itt, amint mindent láttok, hogy ami flexibilis itemek vannak, az nem más, mint a varmog. Tehát a HP kezdés az megállja a helyét, mert abból már rögtön akár tudsz csinálni Sunfire-t is. Meg mindenhol elfér. Tehát konkrétan mindenhol elfér a varmog. Úgyhogy én a HP-s tartot ajánlanám chat, vagy HP, vagy armor, de inkább HP, mert ugye az
sokkal flexibilisebb, tehát abból akár aztán tudsz csinálni Z-ket, ha arról van szó, tudsz csinálni rengeteg mint. Erre figyeljetek oda, én ennyit tudtam ebből kihozni, meg úgymond ennyit tapasztaltam, tehát az, hogy a Guinzo még szlemelhető, amint látjátok, tehát van, ez a baj, hogyha AP-ra mész rá, és nem adja, nagyon kiszopsz, tehát ez egy garantált 8. Ha AD-ra mész rá, akkor van több lehetőséged, de ott sincs akkora variáció, mint hogyha most érted, legelőször megalkodod a tankos itemjeidet, aztán látod, hogy mit ad a game, milyen augmentációkkal, és akkor megveszed azt az irányt, a tökéletes itemeket, meg a Dragon Shopnak köszönhetően már aztán tudod pótolni. Nem hinném, hogy ez késő lesz rá, mert a tankos itemek az neked a korai játékodban meg fog spórolni annyi HP-t, hogy nyugodtan tudjál climbolni. Remélem tudod segíteni valamit ez a videó, dobjál rá szépen egy lájkot, köszi szépen a figyelmet, találkozunk 14:30 Star Cup finálé, 2000 euró az első helynek, értékes nyeremények a nézőknek, Little Legendek, Epic Store póló, minden is. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok, peace!